Szilveszter óta számos alkalommal osztottunk meg baleseti felhívásokat televíziónk Facebook oldalán, ami csak egy része a valós baleseti számadatnak. A legtöbb esetben szerencsére nem kellett tragédiáról beszámolnunk egészen pénteken délutánig. A rendelkezésre álló adatok szerint egy személygépkocsi vezetője közlekedett Jászterek irányából Jászberény felé, amikor a sofőr egy útkanyarulatban eddig tisztázatlan körülmények között áttért a menetiránya szerinti baloldali forgalmi sávba, ahol egy vele szemben közlekedő személygépkocsival félfrontálisan összeütközött. Majd a balesetben részes Jászberény felől közlekedő gépkocsinak nekiütközött a mögötte közlekedő személygépjármű. A baleset következtében a Jásztelek irányából Jászberény felé közlekedő személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette. Ahogy januárban lendületet kapott az élet, úgy a forgalom is erősödött, a téli útfelület és a rosszabb látási viszonyok eleve nagyobb figyelmet igényelnének. De azt is megtudtuk, hogy nem ezek okozták a balesetek kétharmadát a jársági utakon. A megyénk közútjain januárban az eddig történt közlekedési balesetek kétharmada a sebesség túllépés, illetve az elsőbbség meg nem adása miatt következett be. Kérjük a közlekedőket, hogy legyenek figyelemmel a megváltozott időjárási és útviszonyokra. A mindennapossá váló ködös, párás, téli időjárás vele járója, hogy az úttest burkolata nedves, mely különösen útkanyarulatokban vagy a kelleténél nagyobb sebességgel való közlekedés során csúszóssá válhat. A biztonságos közlekedés érdekében óvatosabban, lassabban közlekedjenek, tartsanak nagyobb követési távolságot az előttük haladó járműtől. Mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg, vagy veszítsék életüket az utakon.